A reklámok hatására sokkal több tisztítószert, mosószert használunk, mint amennyire valóban szükségünk lenne. Ennek egészségügyi szempontból és környezetvédelmi szempontból is negatív következményei vannak. Tiszta Otthon Ökokörben a Tudatos Vásárlók Egyesülete abban segíti a résztvevőket, hogy olyan praktikákat tanítunk meg nekik, vagy tanulhassanak meg, amivel tisztán tudják tartani a lakásokat, de mégis csökkentik a vegyszer használatukat, és így egészségesebb környezetben tudnak élni. Fürdőbombát, vécébombát és zsája szirupot készítünk. 5 alkalmas ez a mostani program. Tematikusan átnéztük a fürdőszobát, a konyhát és a nappaliban a mindenféle takarítószereket, és megbeszéltük, hogy milyen praktikák vannak, hogy zöldebben lehessen takarítani otthon. A férjemmel még csak 2 éve vezetünk ökoháztartást, ezért amikor átjönnek barátok, akkor nagyon lelkesen mesélek mindenről, és mutogatok meg mindent. Nagyon jó volt, hogy a csoportvezetőnk nem egy ilyen felsőbbrendű, vagy egy ilyen tanárszerepben volt jelen, hanem sokkal inkább csak koordinálta a munkánkat, és segített, hogy minél jobban meg tudjunk nyílni, vagy így megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy kísérletezés, hogy együtt, így kézen fogva tudunk együtt kísérletezni. Azt nagyon nagy eredménynek tartom, hogy volt olyan, aki az első alkalommal azt mondta, hogy ő az öblítőről soha az életben nem fog lemondani, mert neki az annyira fontos. És utolsó alkalommal mondta, hogy készítettem öblítőt, nézzétek, szagoljátok meg, nagyon jó illata van. Rájöttem, hogy mennyire felesleges különböző helyiségekre különböző dolgokat otthon megtartani, hanem hogy vannak ilyen univerzális dolgok, mint az ecet vagy az alkohol, ami tényleg egy csomó mindenre bevethető, csak egyszerűen az ember nem gondol rá néha. Az utolsó alkalomra úgy terveztük meg, hogy mindenki hozott valamit, amit otthon összeütött a munkafüzeti receptek alapján. A legnagyobb siker az a vodkás légfrissítő volt. Így permetezte a lány, hogy nem is gondolta volna, hogy ez ennyire jó, és milyen jó illata van, és nem lesz allergiás tőle, mert illóolajat használt hozzá. Szerintem hosszú távon is meg fog maradni, sokkal személyesebbnek érzem, hogy tudom, hogy most ez az egy-két dolog van, de ezt kiválasztottam, átgondoltam, és tényleg tudatosan használom.